itt egy közel nem egészen 500 forintos emelésről döntöttünk, és 5100 forintban állapítottuk meg azt a térítési díjat, amelyet a gondozottnak vagy a hozzátartozóiknak kell fizetniük. Ez egy napi térítési díj. Jelentős támogatást kap az intézmény a fenntartó önkormányzattól, ennek tükrében a nem egészen 15%-os lakókra háruló díjemelés humánus, Ferenci Ildikó, az Életfa Idősek Otthona igazgatója szerint. Tekintve, hogyha ha körülnézünk, ugye a rezsi, a nyersanyag, élelmiszer nyersanyagárak emelkedését, ez én úgy gondolom, hogy vállalható. Az igazgató példával illusztrálta, hogy a gazdasági helyzet milyen árkülönbségeket eredményezett. Az energiárak, amíg nem szabadultak el, hanem konkrétan 672 000 forint volt az egy havi villanyszámlánk. Most úgy, hogy a fenntartó megkereste a legolcsóbb lehetőséget, ez havonta 1 724 000 forint. És akkor ez csak egy drasztikus különbség azok közül, az összetevők közül, amit ugye hát egy intézmény működéséhez elég elengedhetetlen. Az Életfa Idősek Otthonában 86 gondozott él jelenleg, a várólista hosszú. Egyre több a középsúlyos, súlyos demens ellátott, akik másfajta gondoskodást, odafigyelést igényelnek. Ehhez elengedhetetlen a jól képzett szakembergárda, amely a Paksi intézményben adott. Diplomás ápolóink vannak, szakápolóink. Most a szociális gondozóink közül is jó néhányan jelentkeztek képzésre, úgyhogy szeretnének ők is ápolói végzettséget szerezni. A testi jóllétre törekvés mellett az idősek lelki szükségleteire is odafigyelnek az Életfa Idősek Otthonában, ahol 4 mentálhigiénés szakember közreműködésével számos programot szerveznek számukra.